láthatóak, pontosan ezért, amit mondtál is, de biztos, hogy nagy feladat volt, hogy nem van kicsi a műcsarnok, ez a három termé ahhoz, hogy járjon, reprezentatív módon bemutathassák. Nos, azért itt megjegyezném, hogy Gál József a művész minden nap korán kell, így van? Na, a kora reggeli nyugalomban azonnal rajzolni kezd, tussal, telített ecsettel, keringeti, kergeti egymással és egymás után a vonalakat és foltokat. Formákat ír körül tiszta, írástalan könyvlapokra egymás után, jelenségi alakítva a mozdulatok. Minden vonal egy gesztus, egy sóhaj, mely a jelek alakváltozásaként figurává személyesül és személyiségként viselkedik. És így is olvashatok majd ezentúl vissza a lapok. Érdekes dolog ez az alkotói módszer és folyamat is, mivel a látványszerű leképzés már régen nem foglalkoztatja a művész, nem lerajzol és nem is megfest, legalábbis a hagyományos értelemben vett módszer, vagy módon, hagyományos értelemben vett módon semmiképpen. Fiatalkori tanulmányait annak idején kimagaslóan teljesítette és bevégezte, ezt követően egyéni formanyelvére találva saját belső tartalmat jelenít meg. Figurái, alakjai sosem rendelkeznek a konkrét személy azonosságával, de semmiképpen sem általánosított vagy átlagolt jellemzőkkel bíró átlagember jelenik meg végül ezeken a műveken. A napi, a mindennapi rajzi, festői gyakorlat életmódszerűen kíséri Gál József pályáját. Munkabírása kivételes, tényleg kifejezetten nagy erő van benne. Azt hiszem, kénytelen is bírni a saját maga által megszabott tempót, hiszen a művészi alkotó munkára fordítható energiája mondhatnám gigászni, és ebben cseppi túlzás sincsen. Az ő számára nem csak törvény, de testi és lelki igény is a rendszeres, és kifejezetten intenzív alkotó munka. Ráadásul olyan munka, amihez fizikailag is közel van a művész. Gál József számára, tehát a nulladier sine linea, nem egy ókori teória vagy iránymutató bölcselet, de ne teljen el a tanfonalat, hanem maga a létadóság, egyfajta materializált valóságképlet, a készség és képesség, kényszer és a szabad akarat egységképlet. Hát mit gondolsz el? Sajnos nem így van. Ez nem így ismert. Részterepben, amikor kicsit másnak hozzám, tehát milyen szél, akkor kínóval rajzol a kezéhez. És erre emlékszel. Nem, igazad van. Úgy tűnik, hogy a kiállításon egyes műtárgysorozatokat, vagy azokból válogatott kiemelt műveket látunk. A sorozatokban történő alkotás kimondottan jellemző Gál József munkásságnak, nem is tudom, lehet, hogy szinte sosem készít egyedül álló műveket, munkái sosem magányosak, bár olykor megrázó erővel képes magát a magányosságot, én is a művészet nyelvű megformálni. Vannak munkái, amelyek egyedik, tehát nem sorozat címet kaptak, hanem nevesítette őket a mester. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy minden egyes alkotás egy boltozat ívét alkotó nélkülözhetetlen elem a nagy építménye. Tényleg sorozatokat készítesz? Csak jó. Hát ez egy fura helyzet, mert a sorozat adása az utólag történik, de valójában a sorozatok mellett vannak ilyen zsákutcák, elhajlások, egyebek. És én nem tudom, hogy melyik a jobb, de néha előfordul az, hogy ilyen teljesen a semmiben lógó sorozatokon kívüli munkák, amelyek tényleg az, hogy akkor adok egy más címet, és önmagukban van. De úgy érzem előbb-utóbb, hogy azok mégiscsak részei annak a nem tudom, hogy nem. Minek? Hát, értjük. Azok is az enyémek. Nem tudom, hogy mondjak el. Na, fordítsuk tekintetünket a plasztikákra. Jól látható, hogy Gál József szobrai háromdimenziós művei, jól értelemben véve, nem a hagyományos szobrászati alapelvek szerint készített plasztikus
műve. Nem kívánjuk semmilyen módon a konvenciókkal együttműködni, ráadásul sok esetben még a műfaj határozat is igencsak átkülönni. A saját magától kialakított formaképű metódus épp olyan kegyetlenül teljes, mint mindaz a szenvedési gyökök önmagasztalás, mely a társadalomból kivett, a társadalom kívülre létező és bűntelen bűnő életének a pusztulási kisebb vezető útját jelenti. Idegyezzék rejegyénként, hogy valójában ezt jelentem az a távolság, a megtalált ismeret, a megbánás, a tisztító bűnbánat marcoló fájdalma és a társadalmi szintű megértés, tolerancia és segítségnyújtási szárnyék között. Szerintem talán ezért is lehetséges az, hogy igazából Gál József védeiben, szobraiban a bűnbocsánat nincs is jel. Ha van is, nyom nélkül kívül áll valahol a vágyak elhomárosult, hiányvaló birodalmát. A szobrok születése során ezer sok milliónyi sebet ejt a művész a humanoid alakú fejformát. Egészen addig, amíg a személyiség bezárulik az önön bűneivel együtt, egyben a végtelen rabság életében. Addig gyötrés torzítja így önmagát is, amíg az örökkévalóság megváltoztathatatlanságát nem képes felismerni. Na és akkor kész a szobor. Ezek a szobrok is nagyon szépek. Viszont képtelenek hazudni, képtelenek fecsegni még az igazságból is. Bár roppant nagy hatással vannak a nézőre, érzelmileg szinte sokkolják ezek a művek az ember, ám maguk ezek a fejek képtelenek bármi menő érzelem kifejezésére. Viszont ők maguk az igazság, a brutális valóság, a személyes lény, az élet csodájába vetett hit mulandósága, a mulandóság önmaga, az anyagok és anyagszerű tárgyi világok rendszerhiánya, a maga a hiány, az el nem múló hiány, a felfoghatatlan hiány, a pótolhatatlan hiány. Ráadásul az érzékelés és különös alkalmunk is megmutatkozik ezeket a munkákat. Különösen a számomra, ha mondhatom ezt a perszóna munkásokat, talán legtöbb hozzám, legtöbb az ősi kultúrák és az ősi prehisztorikus művészet természetessége, valamint az ikonográfia, a kimódol, kitervezett mintászerű struktúrát, vagy akár bizonyos szakmás művek formaiának és egyszerre időzítik és idéződik meg ezeknek a klasszikus műveknek, nincsenek persze konkrét utalások. Nem is kell, hogy legyenek, mindössze újra érinti a nézőt. Ezzel együtt pedig valami állandóságot és időtlenséget sugalnak ezek a művek. Ezek a sorozatok ugye a Makula, Marsuas, Bello Brutto, Hermann, Imágió, Transhuman Fétis, Brutta Figura, Katonasokat, a Harkosok, és a Persona Munda. Mit gondolsz arra, hogy most mondtam? Én igazából azért szeretem minket, hogy sokan tudják, keveset, sokan talán nem, hogy ezek a művek fa alapú művek, ugye fába nagyjából. Amit először a saját falunkra gyűjtöttem, utána meg, amikor
próbálkoztam meg, hogy ezek a rétegek kitekintások, mint az embernek a belső személye, önmaga elviselt, akar, vagy bemúlt volt, de kivasadnak, vagy tönkre mennek.